Itt az új téma. Ebben a hónapban egy olyan könyvet kell elolvasni, aminek a címében egy név szerepel. Itt van néhány ajánlat ebben a hónapban a témánkhoz, és arra gondoltam, hogy elmondom nektek most ezt videó formájában, hogy melyiket ajánlom én legalábbis olvasásra. Kezdjük mindjárt ezzel, ami 2017 egyik legnagyobb meglepetése volt számomra. Ez a vékonyka kis könyv, Olivier Bourdeau, Merre jársz, Bojangles. Számomra egyébként a Nagy Gatsby világát idézte, illetve a Tajtékos napokra hasonlított így stílusában. Ez egy meseszerűen kedves, elvarázsoló történet, amelyben egy kisfiú meséli el édesanyjának, édesapjának, illetve az ő családjuknak a történetét. Én az őrületről, nem akarok spoilerezni, de én az őrületről ilyen gyönyörűen megírt mesét még nem olvastam. Szerintem ez egy igazi kincs, és egyébként az első olyan könyv, amivel a szerző népszerűvé vált és ismerté vált. Baromi jó, érdemes elolvasni tényleg. Az Eszter hagyatéka Márai Sándortól. Ez egy olyan történet, ami igazolja, hogy az igazi, nagy, valódi szerelem az soha nem múlik el. Ha valaki szeretne ilyen szívfacsaró könyvet olvasni, illetve hát rövidet, akkor... ez az ajánlatom. A következő Daniel Keith-től az ötödik Sally. Az első Keith könyvem volt. Nem is tudom, az első vagy a második? Olyan nőről szól, akinek öt személyisége van, pszichológushoz jár, pszichológusával elkezdik ezt felkutatni, elkezdik megpróbálni megoldani a történteket, elmennek egész gyerekkorig, hogy hol történhetett az, hogy a Sally tulajdonképpen skizofrén lett. Ő megérkezését önmagához és az ő munkáját a pszichológusával követhetjük nyomon ebben a könyvben. Imádtam, alig tudtam letenni, egy igazi klasszikus, és egyébként Daniel Keith szerintem baromi jól ír, úgyhogy őt nagyon ajánlom. Tavalyi év egyik, én azt írtam a blogomon, hogy legfontosabb könyve, Margaret Atwoodtól az Elias Grace. Én jobban szerettem, mint a Szolgálólány meséjét, ugyan, ha már az előbb rövideket mutattam, ez baromi hosszú. Azért hozzá kell tenni azt, hogy úgy tördelték és úgy szerkesztitek a könyvet, hogy egy oldalon azért nincs sok szöveg. Tehát lehet, hogy ijesztő ez a 700 oldal, de szerintem egy másmilyen kiadásban 400 oldalas lenne. Nem tudom egyébként, miért így adták ki. Talán azért, hogy ezt a játékot megcsinálhassák, én imádom, tehát bárcsak egy csomó könyvem ilyen lenne, hogy a gerincét úgy szerkesztették meg, hogy így a polcon is önmagában gyönyörűen mutat, nyilván ehhez viszont kellett a 700 oldal. Egyébként tényleg ez egy gyönyörű darab a polcra, de nem utolsó sorban egyébként egy jó könyv is. Az 1850-es évek végén járunk Kanadában, ahol már 16 éve tartják fegyházban Grace Marksot, róla szól ugye ez a könyv, és tulajdonképpen az eseményekbe akkor csöppenünk bele, amikor a városba érkezik egy fiatal pszichiáter, Jordan doktor, aki a fejébe vette, hogy kideríti, hogy mi történt egészen pontosan 16 éve korábban, hiszen ő, és egyébként még sokan mások is abban hisznek, hogy Grace valójában nem gyilkos, mégis elítélték, sőt, a társát egyébként halálra is ítélték. Ezzel nem spoilerezek semmit, mert a történet legeleje így kezdődik, megtudjuk a gyilkosságot, és megtudjuk azt, hogy ő 16 éve börtönben ül, és kicsit a hidegvérre asszociáltam én, és az igazi zsenialitására egy írónak, amikor úgy tudja fenntartani az érdeklődést, hogy már a tényeket, hogy ki ölte meg, és mikor ölte meg, és mi történt, azt már az elején tudjuk. És onnantól közve 700 oldalon keresztül valójában mégis fent tudja tartani az érdeklődést, és azt fejtegeti, hogy ez miért történt ez a gyilkosság, és hát persze, hogy egyáltalán ő ölte meg ezt az embert. Másik nagy kedvencem, sőt, az egyik legnagyobb kedvencem Fitzgeraldtól a Nagy Gatsby. Azt gondolom egyébként nem sokkal a többet, mint a film, mert nagyon jó lett a film, és tökéletesek a szereplők, és tökéletesen ábrázolták a karaktereket. Ugyanakkor azt gondolom, hogy én legalábbis annyira szeretem ezt a történetet, hogy érdemes könyvben is elolvasni. Itt ez a gyönyörű kiadás, hogyha van kedvetek felidézni esetleg a Nagy Gatsbyt, vagy akár nem láttátok, akkor mindenképpen ezt ajánlom elolvasásra. Én nagyon szeretem, és nagyon tetszik ez a kiadás, gyönyörű. És hát ez az idézet rajta, hogy azt mondod, hogy a múltat nem lehet újraélni, miért ne lehetne, imádom. Gyakorlatilag erről szól az egész könyv. Ha már nincs időm olvasni kihívást találkozók, ami rendre felmerül, akkor túl vagyunk az első szegedi találkozón, egyébként május végén jön a következő Szegeden, és a szegedi találkozón volt vendégünk Bátyi Zoltán, akitől ott nagyon sokat hallhattunk a Marinkóról szóló könyvéről. Nem tudom, ki emlékszik rá, én egyáltalán nem emlékeztem, csak emlegették Magda Marinkót, aki a 90-es években lemészárolt egy egész családot. Egyébként úgy írta meg, hogy Marinkóról nagyon sokat nyomozott, és Marinkó ügyvédjével beszélt sokat, mert hogy Marinkó nem akart vele szóba állni, de elvileg egy nagyon hiteles irata ez annak a gyilkosságnak és magának ennek a férfinak.
aki egyébként máig a szegedi csillagban ül, de remélhetőleg nem fog onnan soha kijönni. Érdekes, megtörtént, izgalmas, úgyhogy aki ilyesmire vágyik, annak ajánlom. Minden videómban fel fog bukkanni Roaldál, most már úgy tűnik. Ugye az előző bukó videómban is emlegettem Roaldát, akit nagyon szeretek, és hát ránéztem a polcomról, és megláttam Matildát. Aki ilyesmire vágyik, annak nagyon javaslom. Csodálatosan illusztrált könyv. És ami miatt muszáj volt elhoznom ezt a könyvet, az az első fejezet címe, a könyvmoly, és mivel mind én is azt hiszem, még jó sokan magunkra ismerünk, ezért muszáj volt beemelnem. Bár biztos sokan olvastátok, de ha esetleg nem, akkor itt a lehetőség. Mester és Margarita Bulgakovtól. Hadd mondjam el, hogy ez a nagymamám könyve volt, és én ezt a kiadást is olvastam el, és nagyon jó kézbe venni, és olyan jó élmény, sajnos a nagymamám már nem él. Én nagyon szerettem, aki még nem olvasta, azt gondolom, adjon neki esélyt. Ez tipikusan az a könyv, amit 16 évesen egyáltalán nem értettem, és letettem, és a pokolba kívántam, és a tavalyi évben olvastam, és egészen elképesztően jó és elvarázsolt. Tényleg olyan a Mester és Margarita, hogy van egy csoport, aki rajongó és imádja, és van egy csoport, aki nem nagyon ért és nem szereti. Úgyhogy ez tipikusan az a könyv, amit szerintem érdemes újra és újra elővenni, és hogy az ember érik újra és újra esélyt adni neki. Egyébként volt egy sorozatom a blogon, az Életem könyve, és Anger Zsolt ajánlotta, és Anger Zsolt ajánlása zseniális szerintem a Mester és Margaritáról. Senki nem tudta volna szerintem ilyen jól megfogalmazni, úgyhogy majd belinkelem a leírásba, és olvassátok el szerintem mindenképpen, hogyha valaki úgy dönt, hogy ebben a hónapban esélyt ad a Mester és Margaritának. És akkor van itt két könyvem még, illetve három, amit nem olvastam, de szerettem volna elhozni nektek különböző okokból. Egyrészt azért, mert szeretném elolvasni, másrészt azért, mert amúgy tudom, hogy jók. Szabó Magdától a Megmaradt Szabotkának, ugye Szabotka Tibor volt a férje, és halála után kinyitotta a fiókokat, átnézte Tibor megmaradt munkásságát, és tulajdonképpen egy ilyen, egyfajta memoárt írt. Állítólag gyönyörű, állítólag bőgés maraton várható az elolvasása kor és után. Amúgy nekem ebben a régi kiadásban van meg, de most a Jaffa kiadott egy gyönyörű kiadást, itt van, nézzétek. Ott van rajta Szabotka Tibor és Szabó Magda is. Lehet, hogy be kell ötszerezzem, mert nagyon tetszik. Ha egyébként olvastátok, akkor írjátok le kommentben, hogy mennyire tetszett, és hogy tényleg érdemes elolvasni. Köszi! Itt van Virginia Woolf-tól a Mrs. Dalloway, amit egyébként már elkezdtem elolvasni. Ennek jele, hogy be van csomagolva. Ugyanis én általában beszoktam csomagolni a könyveimet. De ezt így most ráteszem, hiszen így szebb. Ez egy lassú folyású, de gyönyörű mű. Aki szereti Wolfot, annak ez egy klasszikusa, és nagyon tetszik neki. Én egyébként elkezdtem, de be kell, hogy valljam, hogy félretettem, de azt hiszem, ez a hónap lesz az, amikor be fogom fejezni, mert nem szeretném félve hagyni, mert ez egy gyönyörű mű. Télen kezdtem el, és azt éreztem, hogy valahogy a tavaszi madácsi csergős időszak alkalmasabb lesz rá, úgyhogy azt hiszem, hogy megérkeztünk Virginia végül, de nem utolsó sorban Irving Yalom. A Schopenhauer terápia. Ha valaki részt vesz a Nincs időm olvasni kihíváson belül a könyvklubunkban, ahol az előző hónapban Müszótól a Holnapot olvastuk, azoknak szól, hogy ez a Schopenhauer terápia a második. Egyébként a történetről röviden annyit tudok elmondani, amit a fülszöveg is ír, hogy van egy jó nevű pszichiáter, akire kiderül, hogy egyébként gyors lefolyású bőrrákja van, egyébként a pasi kapcsolatfóbiás, és egyébként elég érzelemmentes típus, és mivel kiderül, hogy nem sokára meg fog halni, ezért elkezd visszamenni a múltjából, és próbál még különböző páciensein segíteni, vagy hát megnézni, hogy velük mi újság. Nagyjából ennyit tudok róla mondani, de én azt érzem, hogy valamiért ez nagyon jó lesz. Az biztos, hogy kemény könyv lesz, keményebb, mint talán a Müszó volt, de ott, aki olyan kritikával élt, hogy felejthető, annak remélem, hogy ez kevésbé lesz felejthető. Azt gondolom, hogy talán sikerült olyat ajánlani nektek, amit szívesen elolvasnátok ebben a hónapban, de ha egyik se tetszett, akkor kutakodjatok a polcaitokon, és biztosan vagy a könyvtárban, és biztosan találtok valamit, ami alkalmas lehet az elolvasásra. Tehát ebben a hónapban egy olyan könyvet kell elolvasni, aminek a címében egy név szerepel. Jó olvasást mindenkinek! Sziasztok!